Ártatlan lelkek bosszúja, ez az, ami hajt, hogy Jack mi hamarabb a bitúfán találja magát. De kit rejt a cilinder? Anglia ködös utcáin egy nyomozó próbál rájönni a hasfelmetsző személy azonosságára. A karakterek mozgatása után egyetlen egy nyom van segítségére, hogy Jack éppen a fényben áll, vagy a sötétségben. A hasfelmetsző pedig igyekszik a végsőkig megtartani a titkát, vagy meglépni a városból még időben. Viszont ahogy kialszanak a fények, úgy lesz egyre nehezebb a nyomozás. Kezdődhet? Indulhat a hajszá, Jackie fiú. Te kezdesz. John Smith-t fogom mozgatni. Akivel még lámpát is el fogok arrébb rakni. Ahogy a régi angol nyelv mondja, a lámpát arrébb rakni fogom. Oi, mate! Balahova! Jó, most én jövök kétszer. És akkor én... Sir William Galt fogom felhasználni. És vele azt mondom, hogy kicserélem őt és Sherlockot. Ezen felül pedig Jeremy Bert az én emberem, aki ugye át tud lépni a csatornákon, úgyhogy 1, 2, 3. Te leszel a párom. Mit lépsz, Jackie? Még gondolkozom, hogy kivel lépjek. Miss Stacy-vel. Egy, kettő. Jackie fiú, a fényben vagy, vagy a sötétben? A fényben. Akkor biztos nem lehet Sherlock. Nem lehet a rendőr. Ennyi. Ennyi. Következő forduló. De és a fény kialszik. Erre a lépésre biztos nem számított a nyomozó. Sietnem kell, mielőtt kihűlne a nyom. Nyomozó uram. Folytatódjék a hajsza. Bizony, folytatódjék. Sherlockkal lépek igazából. Gyakorlát nem tudok megmozogni. Sherlockkal lépek, és megnézek egy kártyát, hogy kizárjak valakit. Oké, te jössz. Tik-tak, tik-tak! Batzont választom. Akinek mágikus erejét felhasználva megvilágítok mindent arra felé. Te jössz még egyszer. A másik pedig legyen Lestrade, Dart, Dude, Mate. Sir Arthur Conan Doyle forog a sírjában. Most ezt nyitottam, vagy zártam? Zártad. De ezt már nyitottam. Jó. Én pedig akkor Sergeant Goodlyval lépek. Aki ugye azt tudja, hogy három karaktert is önmagához közelebb tud hívni. Hát most, hogy melyik irányból közelítem, ja. Nem mindegy. Nem mindegy neked. Jó, akkor őt hívom közelebb, őt hívom így közelebb. Na? Jackie fiú, a kérdése szokásos. A fényben, vagy a sötétben vagy? Még mindig a fényben. És
Egy korsó hideg sör a jussom, ha ezt a gazfickót rács mögé juttatom. Ha ezt a játszmát túlélem, akkor egy újabb áldozattal ünneplem meg. Na, nyomozó. Mondd fel, hát? Jeremy Burt. Na, erre mit lépsz? Ezt jól át kell gondolnom. De én jövök még. Akkor még tovább gondolkozom. Neki ugye nem vagyok kötelező felhasználni a képességét. Vagy mozogsz, vagy változsz. Na és most mit lépsz? Watsonnal fogok lépni. What's on your mind? Mondd, Jackie fiú, fény vagy árnyék? Árnyék vagy fény? Okos most légy. Árnyék. Mi meglepő? A francban mind árnyék van. Kivéve őt. De rólam, én is tudom. Nem az, akinek. Gondolom. Ez volt a zseniális Sherlock Holmes lépése. Ugyan már. Az idő úgy látszik, nem a nyomozók oldalát választotta ma éjjel. Jackie fiú. Nyomozó. Szorul a hurok. Elsőként őt vele közelebb hívom magamhoz. Ezeket a karaktereket. A Big Ben mindjárt éjfélt üt. Jó, de előtte még villanyt oltanék, ha nem baj. Tudtam, hogy vele fogsz lépni. Ismerem az észjárásod. Kiismerhetetlen vagyok. Bocsánat. Lapot húzok 19-re. Szerintem ő vagy. Vagy szerintem nő vagy. Mind a következő részből kiderül. Se a köd, se az árnyak nem rejthették el Jack kilétét a nagyító mellől. Életeket elvenni könnyebb volt, mint megnyerni ezt a játszmát. A fene vigye el Sherlock Holmes-ot. Szép volt. Gratulálok. Köszönöm. Hát... Kalapom emelem. Mégis csak én vagyok Sherlock Holmes, a világ legjobb nyomozója. Valami hasonló. És köszönjük, hogy megnéztétek ezt a kicsit filmesebb,
gameplayt a Mr. Jack játékról, reméljük tetszett, és hogyha a játék is tetszett, akkor megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. És hasonló tartalmakért csak amit kell tenniük. Feliratkozni itt ránk YouTube-on. De. És még hol tudnak minket megtalálni? Instagramon, Facebookon, még TikTokon is. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen, és a következő videóig mindenkinek jó játékot. Sziasztok! Hello! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!